viszonylag rövid időn belül három lányunk született két körben, és néhány nap múlva, hogy hazatértünk a legkisebbekkel, meghalt az édesapám. Ott közben édesapám kórházban volt előtte, akkor az édesanyám esett kétségbe, ő esett egy ilyen depresszióhoz közeli állapotba. Tehát ezeket a dolgokat nekem kellett kezelni, mert én vagyok itt neki, és miközben a néhány napos újszülötteket kellett ápolni, ott volt a másik 3 éves, vagy még nem egészen 3 éves, akkor ott volt mellette a 12 éves, tehát azért nem volt egyszerű dolog, és ezt másképp nem lehetett volna, ha nincs egy olyan kapaszkodó, hogy biztos vagyok abba, hogy mellettem van az Úr, és segíti azt, hogy én ezt meg tudjam oldani. Tehát az, hogy én nyugodtan tudtam tenni a dolgomat, a gyerekek tulajdonképpen úgy nőttek, hogy semmi problémájuk nem volt. Az anyukámat sikerült egyenesbe hozni, a párommal is rendben maradtunk, tehát azért egy ilyen nyomás alatt azért egy párkapcsolat is rendesen meg tud rogyanni. De mondhatnám, utána közben együtt éltünk a másik nagymamával, a másik nagymama demens állapotba került, tulajdonképpen hát a szemünk előtt épült le olyan szintig, hogy a végén már meg se ismert minket. Gyakorlatilag ezt sem lehetett volna másképp csinálni. És tulajdonképpen nem tudnék az elmúlt mondjuk 18 év, de 19. lesz most már majd, hogy ide járunk, és nem tudnék olyan évet mondani, amikor ne dobott volna valami olyat az élet. Nagy-nagy szeretetben, de nem hívő családban nőttem fel. A nagymamám volt néha templomban járó, és nála találkoztam az Istenhinek az alapvető dolgaival, néha hallottam imádkozni. Katolikus lévén nála megvoltak ezek a kis házi szentélynek a szobrocskái, kereszt a falon, feszület a falon, szentképek, stb. Persze, mint minden gyerek kérdezgettem, hogy mi ez, meg miért van ott, de gyakorlatilag viszonylag rövidre zárt ták a családom a választ, és nem nagyon irányítottak arra, hogy ez nekünk fontos lenne. De úgy kamaszkorom környékén, hát ez a rendszerváltozás ideje nagyjából, akkor azért már ilyen világlátott dolgokat lehetett csinálni, hogy Svédországba mentünk énekelni az énekkarral, és például ott találkoztam először az evangélikus egyházzal. Egyáltalán akkor kezdett bennem ez a keresés megindulni, hogy azért csak van valami, amit úgy eddig úgy takartak előlem, és akkor volt egy-két olyan ismerős, aki beszélt nekem Istenről, Jézus szeretetéről, de nem jutottam tovább akkor. És aztán, amikor a későbbi férjemmel összekerültünk, akkor úgy döntöttünk, hogy egyházi esküvőt is szeretnénk tartani, és az egyházi esküvőnk egyértelműen evangélikusnak kellett lenni a családi hagyományok miatt. Mármint az ő családi. Az ő családi hagyományaik miatt. Én ezt akkor úgy gondoltam, hogy ők ezt így élik is, úgyhogy teljesen természetesen gondoltam, hogy akkor szervezzük így. Úgyhogy felhívtam a kedves lelkészünket, téged, és megbeszéltük az első találkozót. Azt hiszem, az a telefonbeszélgetés mindkettőkben mély nyomokat hagyott. Kicsit tenyeres talpas módon fogalmaztam meg azt, hogy mit szeretnék, és hogy... El is mondhatod nyugodtan. Hát konkrétan megkérdeztem, hogy milyen tortúrán kell nekünk ahhoz átesni, vagy nekem átesni ahhoz, hogy én hozzám mehessek egyházi szertartás keretében a jövendőbeli férjemhez. Mert úgy nem voltál megkeresztelve. Mert ott sem megkeresztelve, semmilyen gyülekezeti dologgal tisztában nem voltam, tehát igazából addig tényleg csak ilyen éneklés szinten voltam a templomban. És hát ennek kapcsán kezdtünk el ide a gyülekezetbe járni a
párommal, és utána megtörtént az esküvő, előtte keresztelő konfirmáció mind a kettőnknek, mert közben kiderült, hogy a későbbi férjem családja sem volt annyira elkötelezett, és gyakorlatilag mi onnantól kezdve éljük a polonki evangélikus gyülekezetben az életünket eléggé napra készen és folyamatosan. Hozott-e valami változást abban, ahogyan a világot látod, maga az, hogy találkoztál így közelről is a gyülekezet révén a keresztény hittel? A konfirmációkor a templomba el kellett mondani, hogy és mi az, ami történt, vagy mi az, ami változott bennem. Én azóta is a saját hangomat hallom a saját fülembe, hogy nekem ugye volt egy első házasságom, ami nem egy egyszerű módon zajlott le és záródott le, és azt, hogy azt a kapcsolatot le lehetett zárni, az annak volt köszönhető, hogy én a hitet megtaláltam, ebben meg tudtam kapaszkodni, és adott nekem egy olyan biztonságot, hogy nem tudott kimozdítani az a fajta atrocitások, amiket kaptam ott a másik emberkétől, nem tudta kimozdítani a nyugalmamból és békességemből. Úgy fogalmaztál akkor, hogy van megbocsátás, én és van. Erre van lehetőség is, újat kezdési lehetőség. Ez neked akkor egy meghatározó élmény az életedben? Abszolút, hogy tudjak magamnak is megbocsátani, és másnak is tudjak megbocsátani. Hogyan érintette ez meg a szívedet? Nagyon-nagyon nagy fizikai és lelki fájdalmakat éltem meg abban a kapcsolatban, és ahhoz, hogy egyáltalán embernek érezzem magam, ahhoz meg kellett magamat kellett rendbe tenni. Ahhoz viszont az kellett, hogy el tudjam fogadni azt, hogy én egy szerethető ember vagyok, és hogy az Úristen szeret engem, hogy Jézus szeret engem, hogy itt van velem, és hogy sosem vagyok egyedül akkor sem, hogyha ha adott esetben nincsenek mellettem emberek, akik hátba veregethetnének, vagy megfognák a kezemet. És a közösségben milyen szolgálatod van? Hát az éneklés a számomra az egyik legfontosabb. Annak idején, amikor a szeretett nyelvekről olvastam, akkor nagyon meg is fogalmazódott bennem, hogy igen, nekem ez a mindennapi imádságom. Hát aztán ott van a gyerekmunka, amit nagyon-nagyon szeretek, az óvodásokkal való foglalkozás, táboroztatás, vasárnapi gyerekóra. Korábban foglalkoztál gyerekekkel pedagógus jellegű módon? Hát van egy olyan papírom a sok között, hogy balettoktató. Hitoktatásból még azért nincsen ilyenem, és egyelőre nem ismernék belevágni. Miután nem kis családom, három leánytagja már itt nőtt fel a gyülekezetbe, ővelük azért végig dolgoztuk ezt az időszakot, úgyhogy egy kicsit már úgy tapasztalatból dolgozom. Elég sokan vannak a közösségben, vagy többen is vannak, akiket te, illetve a ti családotok inspirált arra, hogy kezdjenek el Isten után kérdezősködni, kíváncsiskodni, illetve akár el is látogatni. Ezek hogy történnek? Hát előre tervezettebb biztos, hogy nem. Tehát az egyik családot például tudom, hogy osztálytársai sok voltak a gyerekek, és véletlenül futottunk össze itt a templom közelébe, és bejöttek. És akkor úgy tetszett nekik, hogy hú, de érdekes, meg minden, és akkor utána eljöttek egy alkalomra, hát aztán eltett egy kis idő, akkor megint eljöttek, és akkor egyszer csak azt elkezdtünk beszélgetni végül is. Tehát az nagyon sokat jelent, hogyha kedves szavakat kap, egy mosolyt kap, egy kérdést kap, egy odafigyelést kap, hogy ő most nem egy idegen helyre ment, hanem hogy ott szeretettel fogadják, és hogyha benne vannak olyan gátlások, hogy most ezt szabad, nem szabad, hova ülhetek le, mikor kell felállni, mikor kell leülni, stb., akkor ezeket a gátlásokat azért lehet oldani. És aztán egy csomó ember pedig, hát így utcáról ismerjük egymást, Tőzsgyökeres szolnokiként azért elég sok mindenki ismer. A családban elő szokott kerülni a hit kérdése, szoktatok Istenről, igéről beszélgetni, vagy esetleg imádkozni? Ezt még nem igazán jól alakítottuk ki, azt hiszem. Most, amikor volt ez a koronavírusos otthon lét és templomtalanság,
akkor voltak ilyen alkalmaink.